Az elmúlt két évben a Covid-járvány miatt félbeszakadtak bajnokságok, majd meccseket kellett későbbi időpontokban lejátszani, ezen az őszön viszont a megyei első, másod és harmadosztály valamennyi fordulóját meg tudták rendezni. A téli időszakot átölelő utánpótlás futsalbajnokságokat viszont már tornarendszerre írt át a megyei igazgatóság, amely hagyományőrző céllal rendezett meg egy emléktornát. Tavaly december 28-án a megye egyik ikonja a női labdarúgásban, mindenféleképpen megkerülhetetlen személyiség Kósa János itt hagyott minket, és az ő emlékére rendeztük ezt a tornát első alkalommal, de ahogy akkor is gondoltam, ez most megerősített benne a szombati rendezvény, hogy nem az utolsó alkalom lesz. Minden évben szeretnénk Jánosra ezzel a tornával emlékezni. A leányú 17-es korosztályba írtuk ki, ennek egyetlen egy oka, hogy abban a korosztályban van a megyei bajnokságunk. A résztvevő csapatok is ugye innen a megyei bajnokságból kerültek ki. 6 egyesület, 7 csapattal nevezett, nagyon jól sikerült torna volt, jó hangulatú, sportszerű mérkőzések, és ami jó volt látni, hogy eszméletlen sokat fejlődtek a lányok az elmúlt években. Tehát pontosan emlékszem, hogy amikor gyerekcipőben indult a női labdarúgás itt a megyébe, hát ahhoz képest klasszisokkal jobb mérkőzéseket látunk, úgyhogy látjuk azt, hogy minden egyesületnél, akármilyen kis településről is van szó, becsületesen dolgoznak az edzők a lányokkal, és hát bízunk benne, hogy lesznek még magyar válogatott játékosai ebből a megyéből, ahogy folyamatosan kerülnek ki a lányoknál is. Az elmúlt két évben a járványhelyzet miatt nem írta ki saját rendezésű felkészülési tornáit az igazgatóság. Ezen a télen is elmaradnak ezek a tornák, csak ezúttal más ok áll a háttérben. Azzal azért mindenkinek tisztában kellene lennie, hogy a megyei igazgatóságnak előre kell gondolkodni. És a megyei igazgatóság azt nem vállalhatja be, hogy nem tudja, hogy pontosan mennyibe kerül majd egy terembérlet, vagy egy műfős pályabérlet, hogy a helyszínek, a tulajdonosok nem tudnak minket biztosítani arról, hogy a most esetleg lefoglalt terem vagy műfős nagypálya az januárban, februárban valóban nyitva lesz, valóban be lehet rámenni, valóban lesz-e világítás, lesz-e öltözőbe fűtés, meleg víz, vagy akár öltöző, így természetesen nem tudjuk kiírni. Tehát azért nekünk előre jó pár hónappal mindig el szoktuk küldeni a sorsolásokat, bármit a kiírásokat a csapatoknak, tehát értelemszerű, hogy ezt várják tőlünk, mi ugye azért egy igazgatóság vagyunk, ahol ugye ezt azért szépen előre leszoktuk fektetni, és ilyen bizonytalan helyzetben ezt még nem tudjuk megtenni. Ennek ellenére örülök neki, hogy egy ilyen saját szervezésben például kiírtak a megyei műfős pályával rendelkező egyesületek maguknak tolnát. Nagyon örülök neki, és nagyon remélem, hogy létre is fog jönni, és tudják segíteni a megyei csapatainkat, de mi ezek miatt ugye nem tudjuk kiírni. Az igazgatóság elindított egy játékvezetői tanfolyamot, amelynek hallgatói sikeres vizsgát követően már tavasszal ott lehetnek a pályákon. Elég sokan jelentkeztek rá. A héten volt az első alkalom, az első oktatási nap, ahol 30 ember vett részt, úgyhogy bízok benne, hogy ebből a 30 főből azért jó páran ott maradnak, megmaradnak, végig fogják a tanfolyamot vinni, és közülük többen majd adott esetben tavasszal be tudnak csatlakozni a megyei játékvezetői vérkeringésbe. Ami külön öröm volt, ott voltam ugye az első alkalommal a megnyitón, illetve az elején még ott maradtam az előadásnak, és a külön öröm az volt, hogy sok hölgy is jelentkezett, és a hölgyek közül olyanok, akik vagy aktív focisták voltak, vagy még mai napig is aktívak, akár futszál, akár labdarúgás szakákba, tehát akik értenek a futballhoz, azok jöttek, férfiak közt is azért láttam jelenleg aktív labdarúgót, aktív edzőt, úgyhogy mindenféleképpen ez az öröm, hogy olyanok jelentkeztek erre a tanfolyamra, akiknek azért van köze a labdarúgáshoz. Téli átigazolási időszak január 15-től február 14-ig tart majd. Csak azok a futballisták cserélhetnek csapatot, akiket elenged jelenlegi klubjuk. A tavaszi futballszezon február 18-án az első osztály 16. fordulójával rajtol a megyében.